164 évvel ezelőtt, 1848. szeptember 29-én a pákozdi síkon Móga tábornok honvédserege vívta meg a magyar hadtörténet egyik legnagyobb csatáját. Ünnep és megemlékezés, a jelképek tisztelete jellemzi azóta is. A mai nap ünnepe és üzenete pedig a katonákról szól, azokról a katonákról, akik ezt a szándékot megvalósították, hiszen Jelasicsbán seregének felszereltsége, létszáma jócskán meghaladta a magyar véderőnek a képességeit, és hát mégis sikerült. És én úgy gondolom, hogy ez a győzelem, amely azt követően ugye jó egy éven keresztül sok sikeres hadjáratot alapozott meg, nem csak a magyar katonai szaktudást dicséri, hanem leginkább azt az elhivatottságot, azt az áldozatot és azt a harci morált, ahogy ezt megvédték. A honvédséges társadalom baráti kör és a térség településeinek erkölcsi és anyagi támogatásának összegzése ez a nap, ami ma is pozitív megerősítést jelent évről évre. Nagyon szép hagyomány már itt Pákozdon, hogy a Honvéd Fesztivál keretében különböző korok katonai hagyományait elevenítjük föl, és tesszük ezt azzal a büszkeséggel, hogy Székesfehérvártól nem messze, itt Pákozdon gyakorlatilag megszületett a modern értelembe vett magyar honvédség, hogy 1848-49-es szabadságharcot, én azt gondolom, hogy vívmányait tekintve az egyik leginkább ez jellemzi pont, hogy gyakorlatilag a semmiből, csak önmagában azért, mert a nemzet szabadságát fenyegette veszély, az magyar emberek összeálltak. A szárazföldi haderőnem napján a katonák és civilek közös ünnepén tettek hitet a hősök emlékéért, akik a semmiből egy új, másik világot teremtettek. Nyitott füllel és szemmel kell élni, és látni magunk körül a világot, már ami a katona közeget jelent, és azokat az új és megjelenő veszélyforrásokat időben fel kell tudni fedezni, ami a katonát mindig arra inspirálhatja, hogy hogyan és miként lehet egyre jobban, egyre határozottabban választ adni ezekre a kihívásokra. A néma főhajtás méltán illeti meg Gyurica Béla vezérezredest is, aki már nincs köztünk ugyan, de sokat tett azért, hogy soha ne halványuljon el hőseink emléke.